szilvásgombhoz hagyományosan készül, különböző köpönyekbe forgatjuk. Van prézis, mákos és diós. Ezeket az ízeket keresték a legtöbben a kétbodonyi szilva ünnepen. A nyárzáró fesztivált augusztus utolsó napján rendezték meg. A helyiek reggeltől estig szinte megállás nélkül gyúrták a tésztát és főzték a gombócokat. Az idősebb korosztály csinálja a legfinomabb szilvas gombócot. Én is vagyok már 74 éves, de mind beleadjuk a szívünket, lelkünket, hogy csak finom legyen. A főzőversenyre a környező településekről is érkeztek. Volt, aki különleges technikával dolgozott. Hát azért ülünk itt Kétbodonyban, hogy megmutassuk, hogy egy férfi ember is tud igazi finom gombócot csinálni. Itt a csapattagok összefogása, illetve a bennük lévő pálinka mennyisége, az gyúrja igazivá ezt a finom gombócot, illetve a gombócba rakunk egy kis sokoládét, ami pikánsá teszi az egésznek az ízét. A nagymamámtól és a dédnagymamámtól tanultam ezt a nudli receptet, és a mai napig használjuk is finom. Szilvalekvárra készítjük a derejét, vagy barátfülének. Többféle szilvás étel készült a sátrakban, a helyiek lekvárt is főztek, a látogatók mindent megkóstoltak. Nagyon szeretem a szilvát, a gombócot, a nudlit, és most jöttem rá, hogy tulajdonképpen én a mákos gombócot meg a szilvát szeretem, már 50 éves kor fölött, mert hogy ugye eddig mindig csak a prézésre tettem, és rájöttem, hogy ez az ínvilág, ízvilág, ami nekem igazából megfelel. Kocsról érkeztünk, azért jöttünk, mert hallottunk erről a fesztiválról, a gombóc isteni, a nudli isteni, friss és forró. 3, 2, 1, nagy! Gombócevő versenyt is hirdettek. A győztes pár perc alatt csaknem 30 gombócot tüntetett el a tányérról. Nehéz verseny, mert főleg az utolsó fordulót már időre megenni, az már nehéz nagyon. A titka az talán csak, hogy nem szabad üres gyomorral jönni. Ennyi az egész. Az idei sorrendben 11. szilvaszombaton rekordmennyiségű 25 000 gombóc készült, és mind elfogyott.